Mai vendégem képzőművész. Emblematikus alkotásait és legfrissebb műveit most a műcsarnokban tekinthetik meg. Legjobban bemutatni őt egy olyan történettel tudom, amit Gulyás Gábor kurátortól hallottam, miszerint a kiállítás megnyitó estéjén két TV-interjú között a művészt otthonról, Mezőszemeréről hívták, és a telefonáló azt kérdezte tőle, hogy ugyan mikor megy már felszántani a földjét. Erre a művész azt válaszolta, hogy most éppen a kiállítását nyitják meg a műcsarnokban, de másnap már otthon lesz, és megy, megoldják a szántást. Köszöntöm Önöket, és köszöntöm Bukta Imrét itt a stúdióban. Jó estét. Az ominózus szántás, ez végül is rendben lezajlott-e? De például a mostani kiállításon szerepel egy olyan installáció, amiben tökföldet rendeztem be. 98-99-ig nem Mezőszemerén élt, akkor egy rövid ideig Budapesten, aztán ugye Szentendrén sokáig, de Mezőszemerén született. És én úgy tudom, hogy 1949-ben alakult az első TSC Mezőszemerén, ön pedig ugye 52-ben született. Akkor, amikor gyermek volt, akkor ön még az 50-es években felcseperedve látta a falunak az archaikus arcát, vagy már csak a változó TSZ-esedő falunak a képét őrizte meg? Hát és nem írta alá, később aztán persze igen, lényeg volt, tehenei voltak. Én ezt nagyon szerettem, és egyik, most, hogy így beszélünk róla, egyik nagy élményem, amikor vitte patkoltatni a lovat, és én 6-7 éves lehettem, és ráültetett. A világból, ami mondjuk sokaknak kinkeservet, valakinek reménykedést, valakinek mondjuk tanácselnöki posztot, valakinek meg kuláklistára kerülést hozott, ebből a 14 éves kis Bukta Imre bekerült Egerbe, egy szakközépiskolába esztergályos tanulónak. Miért pont esztergályos lett? Igen, én erdész szerettem volna lenni mindenáron, mert ez a dobó volt amatőr fényképezőképpen pajtás, aztán később Szmena 8. Az akkor készült felvételeim között egyébként, most kinagyítottam kettőt itt a műcsarnokban, ki van állítva, és ilyen furcsa gyerek volt már akkor, és láttam, hogy egy külön szót tőle kértem a gombócokat. Később, középiskola után, tehát érettségi után, akkor kerestem szakkört Mezőkövesden, és akkor mondták, hogy itt van a Bernát, ő tudja, és akkor tényleg ő járt már Pet. Aztán ugye eljött Szentendrére, akkor ő megismerkedett Evzámbóékkal. Ugye őt leginkább onnan lehet ismerni, hogy aztán a későbbi bizottságnak gitárosa is volt, talán legtöbben így ismerik őt. Így van. És ön viszont otthon maradt Mezőszemerén. Hát ott az, hogy én menjek vissza a faluba, és gyakorlatilag nincs nekem ott olyan sok keresnivalóm, és úgyse találom meg a saját közegemet, és menjek vissza, és éljek a faluba, és ott van én körülöttem az a világ. Nagy részt igen, volt átfedés bőven, de egy-két új munkát itt. És melyek voltak azok a művei, amelyek csípték a szemét a... Hát nem tudom, indoklást, mi Samu Gézával írtunk egy... Hát egy levelet, hogy indokolják meg, elvi zárási napján, ez 3 hét múlva történt meg, és akkor egy nagyon... Nesze neked erjedés. Igen, és akkor egy nagyon, nagyon elképet láttam, hogy zöld búzamező nőtt ki, ilyen gicses, kirakatos várossá vált. Szóval nem az volt már, amikor én 75-ben, 76-ban oda kerültem, amikor még a béke vagy a Duna presszó teraszán beszélgettünk nagy hével a művészetről. Olyan Mezőszemerét találtam, amit én kezdtem sajnálni, és azt gondoltam, hogy valahogy nekem segít. Hogyha már a kiállítás megnyitóval kezdtük, akkor a beszélgetésünket fejezzük is be azzal. Én a kiállítás megnyitón kértem meg Önt, hogy jöjjön majd el, és beszélgessünk itt a műsorban. És nagyon kedvesen exkuzálta magát, hogy jó, mindjárt megbeszéljük a részleteket, csak a mezőszemerei asszonyokat be kell kísérnie a fogadásra. És a beszélgetésünk végén engem az érdekelne, hogy a mezőszemereiek hogyan viszonyulnak az ő művészetéhez? Vitatkoznak-e vele, vagy büszkék Önre, vagy egyáltalán nem foglalkoznak vele, hanem azt a hobbi traktorost látják Önben, aki néha napján elmegy és felszántja valakinek a földjét? Hát éppen köszönöm, hogy eljött és beszélgethettünk. Kedves nézőinknek megtisztelő figyelmüket köszönöm, én legközelebb is várom Önöket, tudják, ikon, ha tiszta képre vágynak. Viszontlátásra!